Tisztelt Karcagi lakosok! Megköszönöm a veszélyhelyzet alatt nyújtott eddigi megértésüket. Köszönöm, hogy a kormány által bevezetett védekezési intézkedéseket, továbbá a városban hozott szabályokat, rendeleteket maradéktalanul betartották és betartják. Köszönöm a kiemelten veszélyeztetett területeken dolgozók, így az orvosok, ápolók, egészségügyi dolgozók, szociális munkások, pedagógusok erőfeszítéseit, kitartását. Köszönöm a város valamennyi polgárának felelős magatartását. Amint azt a hivatalos információkból mindenki láthatja, sajnálatosan a vírus terjedése még mindig felszálló ágban van. Helyben, városunkban is azt érzékeljük, hogy egyre több a koronavírussal fertőzött beteg. A fokozódó fertőzés veszély terjedésének lassítása érdekében további szigorúbb intézkedések kerülnek bevezetésre karcagon. 2020. november 21-től, tehát most szombaton 0 órától, a város egész területén, valamennyi közterületen és nyilvános helyen kötelező a maszk használata. A jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve, így sportolás közben, amelyben beletartozik a kerékpárral való közlekedés is, tehát amikor valaki szabályosan használja a kerékpárt és azt nem tolja, ebben az esetben tehát nem kell használni, továbbá a parkokban, illetve a zöld területeken. És persze, ahon eddig is a hat év alatti gyermekek esetében sem kell alkalmazni a szigorítást. Tehát ezektől az esetektől eltekintve mindenki számára kötelező a szájat, orrot eltakaró maszk használata. Ahhoz, hogy a háztartások védekezését segíteni tudjuk, a jövő héten, következő napokban a védekezés segítésére további orvosi maszkok kerülnek minden háztartásba kiszállításra. Minden háztartásba 10 darab maszkot szeretnénk eljutatni a napokban. És további szigorítás is lesz 2020. november 21-én, tehát szombaton 0 órától, amely azt fogja kimondani, hogy tilos közterületen az alkoholfogyasztás. Tehát ez a két szabály az, ami szigorításként kerül bevezetésre most szombaton 0 órától, és természetesen az eddigi szabályok, amelyeket folyamatosan lehet olvasni a különböző média felületeken, továbbra is érvényben maradnak, mint ahogy a kormány által előírt védekezések is természetesen továbbra is életben maradnak. Szeretném megkérni a vendéglátó egységek üzemeltetőit, hogy erre a közterületi alkoholfogyasztási tilalomra feltétlenül hívják fel az elvitelre kiszolgált vendégek figyelmét. Bejelentem továbbá, hogy a hétfői naptól a már korábban bezárt intézményeink mellett a város tulajdonában lévő sportlétesítmények is bezárnak. Ott sem edzés, sem sportrendezvény határozatlan ideig nem kerül megrendezésre. Tisztelt Karcagi polgárok! Mindenkit arra kérek, hogy segítsük egymást a vírus elleni védekezésben. Figyeljünk fokozottan a környezetünkben élőkre, segítsük az időseket, a rászorulókat, minden embertársunkat. Szükség esetén kérem, keressék hivatalunkat a megadott elérhetőségeinken, és csak hiteles forrásból tájékozódjanak. A kialakult helyzeten csak a legnagyobb fegyelemmel és összefogással lehetünk órá. Kérem, hogy a kormány által meghozott intézkedéseket és a város lakossága érdekében meghozott szigorúbb rendeleteinket továbbra is fegyelmezetten tartsa és tartassa be mindenki. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra.